Sziasztok! Újra itt vagyunk a Kreatív Placon, és megmutatom nektek, hogy ami mannát előállítottunk, mivel tudjuk elpazarolni. Tehát a mannát fogyasztó növények fognak mindjárt következni, viszont van egy kis saram, amiért a büntetést majd mindjárt kitalálom. Az egyik manna termelő növényt kihagytam, ez pedig ez a muncs dú nevezetű növény, aminek az a szerepe, hogy ami fa ott van, arról a lombot lezabálja. És ebből a lomb lezabálásból termeli a mannát, látjátok? Megeszed összes lombot, és ide jön bele a jó kis manna. A fát azt béke hagyja, ő csak a lombot eszi meg, és így termeli a mannát. Ez marad ki. Aztán gondoltam, büntetésképpen, amiért én annyira gyűlölöm a design dolgokat, legyen egy kis design, hát ha valakit érdekel, hogy hogyan lehet színezni ezeket a spreaderöket. Ennyi az egész, hogy leteszed a spreadert, és fogsz egy tetszőleges színű vult a kezedbe, rákattintasz, és akkor így becsomagolja, és akkor így be tudod állítani, hogy merre nézzen a spreader. Lehet több színű is. Mármint úgy több színű, hogy így lerakosgatod, és akkor ráteszed a különböző vúlokat. Lerakunk még ide egy feketét is. Meg legyen egy fehér, látjátok, ennyi. Ha kiütitek fejszével, akkor visszakapjátok a vult. Ha azt hiszem, így kreatívba ütöm ki, akkor csak a vult kapom vissza. Így van. De hát nagyon nem is kell nekünk a vúl, úgyhogy meg is szabadulunk tőle. Oké, na, akkor ez volt a büntetés része. Na, a virágok kraftolásánál megbeszéltük a runagyártást, megbeszéltük a szirmok készítését, viszont van két tárgy. Van ez a Restore Root, és van a Pixie Dust. A Pixie Dustot majd később fogjuk tudni legyártani, tehát ezek a növények, amihez ez a Pixie Dust kell, ez egyelőre még nektek várat magára az Alfheim portálig. Egy manna pört kell beledobni az Alfheim portálba, és így kapjátok meg a Pixie Dustot. Erről majd később tényleg. Viszont a Redstone Rootról akár most is lehet beszélni, és kell is. Kell egy redstone és egy levágott fű. Tehát fogtok egy ólót. Igen. Akkor hozunk egy ólót. Nem számít. Igen, és akkor ólózunk egy kicsit, és azt már nem kreatívba. Levágjuk a füvet, és összekraftoljuk redstone-nal. Gyere ide szépen, így. És így kaptok egy redstone rootot. Ez majd fog kelleni a receptekhez. Oké. Okay. Akkor megszabadulunk ezektől. És akkor egy kis gyors emlékeztető, hogy manna szállítás és manna tárolás hogyan képzelhető el. Itt van ez a manna pool. Rádobjátok a manna táblát, amiben most éppen van. És ha ránézzünk Wand of the Forest, akkor látszik, hogy accepting manna from items, tehát ő most fogadja a mannát. Itt tudjátok feltölteni a manna poolt, hogyha oda viszitek a mannát egy-egy funkcióval rendelkező növényhez a mannát, mert mondjuk kicsit távolabb van, mint ahol generáljátok a mannát. Tehát így lehet. Hogyha ki akarjátok venni egy meglévő manna poolból, akkor ugyanúgy rádobjátok mondjuk az üres manna táblát, és átállítjátok sparing manna to itemsre, és akkor ilyenkor feltöltitek a manna táblát, oké. Okay. Na, de vágjunk is bele. Az egyik videóban már említettem nektek ezt a Yadda the Mananthus nevezetű növényt.
Gyere ide. Igen. Aminek az a funkciója, hogy letéve egy sima talajra, vagy grászblokkra, spónolja nekünk a botaniás virágokat. Ide leraktam több darab manna pult, mert ebben a részben a mannát fogyasztó növényeket akarom taglalni, és nem akarok külön-külön gyártogatni mannát, hanem ide raktam ezeket a kreatív manna tárolókat. Látjátok, itt szépen közben hozza a botaniás növényeket, és nem kell florál fertilizerrel bólméleznetek a talajt. Őnek ez itt a feladata, hogy spónolja a virágokat. Amíg van mannája és van szabad területe, addig ő ezt folyamatosan fogja csinálni. A 16 alapszínű virágból randomra egyet-egyet oda szór. Oké, na a következő legyen a klékónia. Nevéből adódóan ő klét fog gyártani. Miből? Homokból. Ide mellé teszitek, ő átalakítja szépen agyaggá. Nem kell elmenni bányászni, ha van homokotok, akkor innentől kezdve lehet nektek akármennyi kléjetek. Oké, erről szól a klékónia. Dafomil, ez egy kis ventilátoros növény. Kis partikál effekttel lehet látni, hogy most errefele fúj, és elfújja a tárgyakat. Lehet állítani az irányát a négy irányba, fölfele, lefele értelemszerűen nem lehet. Nem így, hanem átállítjátok sima funkciómódra, legugoltok, és így tudjátok állítani. Látjátok, most errefele fúj. Na? Állj meg! Állj meg! Gyere vissza! Látjátok, ilyen messzire elküldte. Nem kicsi távolság. Szóval ez a Dafomil. Oké! Na, az egyik nagyon jó funkcióval rendelkező növény, ez a Rannun Carpus. Ő lerakodja azokat a blokkokat, amiket rádobunk. Az alapján teszi le, és oda teszi le azokat a blokkokat, amiket rádobunk. Amilyen blokk van alatta, azért raktam ide egy üveget, hogy látszódjon, hogy alatta van egy másik dört. Tehát erre leültettem a növényt, és alatta van egy minta blokk, hogy milyen blokkokra pakolja ki azt, amit én rádobok. Tehát itt innen fogok wood planks-et. Hopperhook növény remélem nem ér el idáig, majd mindjárt kiderül. És ha igaz, ide ki fogja pakolni a blokkokat. Nagyon kis trükkös növény szerintem. Oké, következő. Exoflame. Ő felfűti a kemencét. Nem kell szenet beletenni, hanem elég csak a fát belepakolni. Fogjátok a fát, idefelőre berakjátok, és látjátok, égeti ki. Mindezt mannáért. Nem kell belerakni se szenet, semmi más éghető anyagot. Agricarnation virág a növekedést segíti. Lehet az a Tamcraftos manna bínek, lehet az, ez az Agricraftos seed. Aha, most jó lett volna kreatívba lenni. Egy másodperc, visszaszerezzük a dolgokat, átmegyünk kreatívba, és teleszórjuk itt mindenféle ültetvénnyel. És ez a növény mannája cserébe, mintha bone meal tennénk rá, növeszti a növényeket. Minél több növényt raktok le, annál gyorsabb lesz a növekedés. Ez is nagyon hasznos szerintem. Oké. A Hopperhook növény, ezt nagyon szeretem. Ez összeszedi a tárgyakat, amiket kiszórtatok a környéken, vagy kiszóródott a
környéken, a mellette lévő chestbe pakolja be. Tehát, mondjuk itt fogunk okódot, és így elszórjuk. Ő mindjárt behúzza, és belerakja a chestbe. Nem teszi. Na, vajon miért? Ki jön rá? Azért nem, mert be lehet állítani a botaniás hopper húkot, hogy milyen tárgyakat szedjen fel. Egyrészt úgy kell beállítani, hogy egy chestre rátesztek egy képkeretet, és beállítjátok, hogy tételezzük fel, csak a földet szedje fel. Megnézzük a beállításait itt a növénynek, megpróbálom úgy mutatni, hogy látszódjon a felirat is. Pick up only items in frame. Tehát azokat a tárgyakat fogja csak fölszedni, ami a képkereten van. Tehát, hogyha van nálunk föld, akkor az föl fogja szedni, és bele fogja tenni egy chestbe, a mellette lévő chestbe. Látjátok? Viszont ha átállítjuk, nem, így, tehát ebben az állásban pick up only items not in frames, tehát felszed minden tárgyat, ami nem dirt, tehát amit beállítottunk. Most fel fogja ezt is szedni. És belerakja a chestbe. Oké. Okay. Így teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy milyen filtert állítottunk be a képkereten. Ilyenkor felszed minden tárgyat. És visszaértünk az elejére. Tehát még egyszer. Pick up only, ami a képkereten van, rajta van, azokat szeli fel. Ami nincs rajta a képkereten, azokat szeli fel. És a harmadik állásban minden tárgyat felszed. Egy chestre tehetünk több darab képkeretet is, és így beállíthatjuk, hogy mit tudom én, szedje fel a fát, meg szedje fel a földet, de mondjuk a saplinget ne szedje fel, mert azt egy másik hopper húkos rendszer fogja felszedni, ami pedig az ültetésért felelős. Oké, ennyi a hopper húkról. Itt van az egyik új növény, a marimorfózis, ami kiégetett kőből színes köveket készít botania módjára. Lerakjuk a blokkokat, és randomszerűen ő átalakítja ilyen metamorphic swamp, forest, tajga, desert, stone-nál, tehát különböző színekké. Nagyon sokat kell ebből leszórni, hogy lehessen építeni egy színű dolgot, viszont ide leraktam ezt a desertes stone bricket és ezt a forestest. Szerintem nagyon jól néznek ki, nagyon jó ez a színválasztás. El tudom képzelni, hogy majd építek rá egy rendszert, és akkor ezt a két szint, vagy egyéb más botaniás újfajta szint fogok használni egy-egy terület kialakítására. Tehát ez a marimorfózis. Oké. Következő szerintem sok a kedvence lesz. Ezt ebben a modcsomagban hol tudtam tesztelni, hol bugosan működik. Működött, most mindjárt is próbáljuk, hogy sikerül-e. Oké. Látjátok is a lényeget. Meg lehet adni neki, hogy hova teleportálja a cuccot. Utána, ami rápotyog, vagy a közelébe potyog, azt ő arra a pontra fogja teleportálni, amit mi megadtunk neki. Nagyon jól használható kis cucc. Következő növényünk a bubble. Ő arra való, hogy víz közelében elültetitek, és a közelében lévő vizet kiszorítja, illetve eltünteti. Ha lementek egy víz aljára, és ott ültetitek el úgy, hogy van ott egy manna pool, tehát kapja a mannát, akkor ő egy eléggé nagy rádiuszba eltünteti a vizet. Látjátok? Eltüntetés ilyenkor nem is lehet odaönteni vizet. Megmutatok erről egy kis videót. Oké.
Oké, szerintem eléggé érdekes kis növény ez is. Oké, nézzük a következőt. Polidíziák, ő eteti az állatokat, viszont nem teszi ezt automatán, rá kell dobni búzát. Így rádobjátok a búzát, és ő eteti az állatokat, és így szaporítja. Már ott is van a kis trónörökös. Működik mindenféle állattal, nyilván olyan fajta kaját kell adni nekik, amivel ők szaporodnak. Na, a játékban van egy mágnes. És ennek a mágnesnek az állandó hatását ez a növény, a Solegnólia, közömbösíti egy bizonyos rádiuszon belül. Egy botaniás mágnes. Ennek a receptjét majd később fogjuk mutatni, megtárgyalni. Itt most csak a növénynek a hatását akarom nektek megmutatni. Kimászunk kreatívból. Betettük a gyűrűt, és mutatom nektek, hogy ő így magához húzza a tárgyakat. Megnézzük a hopperhook növényt. Kivettem, hogy ne zavarjon. Tehát, ha ide ledobáljuk, akkor ennek a növénynek az a hatása, hogy a mágnes nem fog bekapcsolni nálam. Látjátok? Csak ha nagyon közel jövök, akkor veszem fel automatán, de amúgy nem. Míg hogyha messzebb dobálom, akkor a mágnes működik nálam, és behúzom a tárgyat. Például, ha manna poolra dobtok rá gyűrűt, vagy manna táblát, és egy ilyen növényt tesztek oda, akkor a mágnesetek nem fogja fölvenni. Erre való ez a növény. Oké, lóniumos növény. Igen, itt most háromfajta generálós növényt fogok bemutatni. Azért vittem arrébb őket, hogy az itt lévő manna poolok ne befolyásolják, hanem majd most, amikor oda megyünk, akkor lássuk a hatását. Le is teszem. És a lóniumos növény, igen, a mágnest is kivesszük, hogy ne zavarjon minket most. A lóniumos növény egy bizonyos rádiuszon belül spónolja azokat a tárgyakat, amiket elvileg dungeonok alján találhattok chestekben. Hát van, amikor ilyen kis fejecskét, ami nem sokat ér, de van, amikor hasznosabb dolgokat is. Mindjárt egy kicsit felturbozzuk ennek a hatását, és lerakunk kreatívba több darab ilyen növényt, hogy jól lássuk a hatását. Kicsit pörgősebben spónolja a cuccokat. Ne kelljen itt egy fél órát várni. Ender Lily Seed jöhet ebből. Kaja. Division Sigil, ami nagyon hasznos például ebbe a mapban, máshogy nem is tudtam hozzájutni Safarinat, látjátok, tehát ő folyamatosan spawnolni fogja, addig, amíg van mannája. Nagyon hasznos ez is. Oké. Most, hogy ne spawnoljon több dolgot, és tudjunk tovább menni, ezért mutatom nektek az Orchard növényt. Ő a bányász. Először innen kiszórjuk, ami ide nem kell. Oké. Magunkhoz veszük az Orchardot, leültetjük, és az ő szerepe az, hogy a kiégetett kőből ő érceket generál. Itt gyakorlatilag minden ércet generál, ami megtalálható Overworldben. Lehet az gyémánt, emerált, arany, vas, bármi. Annak függvényében generálja, hogy amúgy milyen gyakorisággal található az adott világban. Ennek van egy testvére. Ez az Orchard Ignem nevezetű, amit ide leteszek, viszont itt nem működik. Ő Netherben fog működni, tehát a pokol világban. Netherregget alakít át ércekké. Nederes ércek ki, azokat fogja hozni majd.
Ez lett a kis testvére egyébként az új verzióban az Orchard növénynek. Tehát itt Overworldben kégetett kőből generál érceket, Netherben viszont a netherekből csinál különböző netheres érceket. Hát srácok, ennyi lett volna a manna felhasználása egy részben. A következő részben majd azokat a virágokat fogom bemutatni nektek, amik szörnyekre hat, illetve mi ránk játékosokra esetleg pozitív hatással van. Oké, köszönöm a figyelmet, srácok! Legközelebb találkozom. Sziasztok!